Mint az ismeretes, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi törvényt azt újra felvette a Fidesz napirendre, hiszen megpróbálta a magán kúttulajdonosokat és a mezőgazdasági kúttulajdonosokat megsarcolni. Eleinte csak egy ingyenesnek behirdetett regisztrációval és a kutak felméréséhez szükséges gyakorlatilag paraméterekkel, vízbőséggel és minden mással próbálta sarcolni, de későbbiekben belga mintára, akár egy adó formájában is ez sajnos nagyon úgy nézett ki, hogy életszerű, hogy be fogja vezetni a Fidesz, hiszen látjuk, hogy az államkassa üres. Mi viszont azt gondoljuk, hogy a magyar emberekről már több bőrt nem igazán kéne lehúzni, hiszen az infláció Európában nálunk a legmagasabb. Már nem csak, hogy két számjegyű, de kettessel is kezdődik, több mint 20%-os az általános infláció, az élelmiszer infláció pedig nagyon sokszor 50% fölött van, ami, hogyha a kutakat is megsarcolta volna az állam, értelemszerűen még följebb kúszott volna, hiszen a termelők nem tudták már volna ezt a pluszköltséget sajátjukként elkönyvelni, és ezért hárították volna a felhasználókra. Így nem csak a vidéki Magyarországot érintette volna ez, hanem bizony a városlakó embereket is, hiszen a nagy bevásárlóközpontok polcain az élelmiszer alapanyagok azok értelemszerűen drágultak volna ennek következtében. Éppen ezért a Mi Hazánk mozgalom egy országos aláírásgyűjtő akciót hirdetett meg. Jelen voltunk az utcákon az egész országban, több mint 200 helyszínen tartottunk fórumokat és kampányoltunk a kutak megsarcolása ellen, és én azt gondolom, hogy a sikerhez lényegesen hozzájárultunk, hiszen ezt nem mi mondjuk, hanem ezt baloldali képviselők is elismerték. Zárójelbe jegyezném meg, hogy amíg ők kordont rángattak és bontottak a Karmelitánál, addig mi valóban a magyar emberek érdekeit képviseltük, hiszen mi a politikát nem öncélból csináljuk, mint ahogy ezt most már látni, hogy nagyon sok baloldali párt teszi, hanem mi azért dolgozunk, hogy a magyar nemzetnek és a magyar embereknek végre tényleg egy élhetőbb Magyarországot sikerüljön elhoznunk. Én nagyon remélem, hogy a jövőben az az erősödés, amit megtapasztalhatunk az utcán, az tovább fog folytatódni, hiszen az emberek rokon szenvedve jöttek oda hozzánk, párt hovatartozásról függetlenül is aláírták az aláírásgyűjtő éveinket, támogatásukról biztosítottak, és gratuláltak ahhoz, hogy végre van egy olyan párt a rendszerváltásnak hozott módszerváltás óta, amely valóban a magyar emberek érdekeit képviseli. Éppen ezért azt gondolom, hogy egy olyan időszak előtt állunk, amikor rengeteg olyan problémáról lehetne még beszámolni, aminek kapcsán a Mi Hazánk mozgalom tiltakozni fog a jövőben, de nem akarok ennek a sajtótájékoztatónak a keretén belül mindent lelőni, ez egy következő sajtótájékoztatóra fogom megtartani. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet!